Városunkban már hagyományjá vált, hogy az önkormányzat évről évre egy házfát, úgynevezett születések fáját ültet el a régi főtéren. Egészen 2016-ig kell visszamenni az időben, ekkor került elhelyezésre az első fa és a mellette lévő tábla, melyre az előző évben Dereskén született gyerekek nevei kerültek fel. Idén azonban a járványhelyzet erre az eseményre is rányomta a bélyegét, azonban a hagyomány nem szakadhatott meg, mint minden évben, idén is a dereskei apróságok énekeltek dalokat a születések fájának elültetésénél. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Régi szép szokás volt vidéken, hogy gyermekszületésekor a szülők vagy nagyszülők egy facsemetét ültettek el. Az így földbe kerülő fa összetett szimbólum, hiszen ugyanúgy gyökerezik a földben, ahogy a gyermek a családban. Ugyanolyan nagyra nő, mint a kisgyermek, és ugyanúgy kötődni fog mindig a szülői házhoz, mint a gyermek. A kisgyermek születésének alkalmából ültetett facsemetének azonban teljesíteni kell bizonyos feltételeket. Életerős, hosszú életű és magasra törő fának kell lennie, hogy párhuzamban állítható legyen egy gyermek majdani életútjával. Egy család életében a legjelentősebb és legszebb esemény egy új jövevény érkezése. Az első fát 2015-ben született gyerekek tiszteletére ültettük el. Azóta minden évben sor kerül erre, a szép gesztusra, de sajnálatos módon az idei esztendőben a járványügyi helyzet miatt egy kicsit másképp. 2019-ben összesen 80 gyermek született városunkban. Gratulációmat szeretném kifejezni a szülőknek a gyermekáldáshoz, és még további gyermekek vállalására biztatom őket. A gyermekeknek pedig azt kívánom, hogy nőjenek fel boldog családi környezetben, legyen életük gondtalan, hosszú, melyhez kívánok jó egészséget, felnőtt életükben boldogulást, boldog szép jövőt, és azt kérném tőlük, melyet ők most még nem is értenek meg, hogy bárhová sodorja is őket az élet rohanó árja, soha ne feledjék el, hogy bölcsők Dereskén ringott. Erre legyenek nagyon büszkék, és mindig szeretettel gondoljanak szűkebb kis hazájukra, Dereskére és annak lakosaira.